zenekar. Az első dal egy saját szám lesz, címe valami rózsaszín. Valaki, aki keresztbe tesz, átnéz rajtad és semmi nem vesz. Úgy csinál mindent, ahogy neki jó. Ha arra jársz, inkább elfordul. De hagyd, hogy ez nincs egy célodtól. Állj ki, mondd el magadtól. Világ ki magad, ha lelkedet. Hogy úgy is lesz valaki, aki egyre tévedett. Subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta. Örnekted más a kétben egészen. Ezt én is látom, nem kell hozzá szemüveg. Ha nem látom, akkor hallom az jobban meg. Ne alagunk te teljesen, vagy tökéletes. Nem vagyok, hogy eltűnts a célomtól. Kiállok el, mondom magamtól. Mi bánt, mi jobbra, ha lelkemet. Ha nem értek el, akkor majd csak tévedek fel. Hogy? Subatta, taratta. Subatta. Magunkhoz. Ne tegyünk már úgy, mint aki mindent tud. Az élet nem egészen rózsaszín. Inkább olyan, mint egy művész művészfilm. Nem vagyok, hogy eltérjük a célomtól. Kiállok el, mondom magamtól. Mi bánt, mi jobbja a lelkemet. Ha nem értek el, akkor majd csak életbe. Hogy? Subatta, taratta. Subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta, subatta, taratta. Köszönjük el, és ügyessetek sehova. Én részemről holnap hajnalig elhallgatnám ezt a muzsikát, úgyhogy azért kérdezzük meg a zsűrit is, hogy ők hogy vannak ezzel. Csabi? Ha senki nem meri kezdeni, akkor én szívesen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy újra itt lehetünk. Nekem a saját dal az hihetetlenül tetszett. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy saját dalokat írtok. Olyanos volt a szöveg, jókat mulattunk rajta. Gyönyörűek voltak a vokálok az első dalban, és a feldolgozás is tetszett, és leginkább az fogott meg benne, hogy nem csak simán eljátszottátok a dalt, hanem mertetek kicsit hozzányúlni, kicsit saját képetekre formálni. Csak így tovább. Tetszett. Köszönöm szépen. Sziasztok, srácok! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. És azt hiszem, hogy ez a kezdés, ez így most elindította ennek a mai napnak a csillagpályáját, nekem nagyon-nagyon tetszett. Amit szeretnék a saját dallal kapcsolatban rögtön elmondani, hogy az öniróniánál és az annak a humornak a megmutatásánál, amit az előadó saját magával kapcsolatban megfogalmaz, szerintem annál nincsen ütősebb dolog. Szóval elképesztően kedves volt a produkció közben, humoros volt és tök jók a szövegek, olyan jó kis gag volt, most már így be is égett, úgyhogy valószínűleg ezt fogom énekelni az elkövetkező 8 kötőjel 10 órában.
A következő dalotok, ami egy Neoton feldolgozás, ez pedig nekem azért tetszett, mert őszintén szólva egyáltalán nem szeretem a Neoton, most mindjárt megköveznek a Neoton fanok így hátulról. Szóval így viszont ebben a feldolgozásban nagyon-nagyon-nagyon fiatalos lendületet hozott, és szuper produkció volt, úgyhogy ahogy olvastam, hogy több mint 30 koncertet játszotok egy évben, hát így tovább. Én remélem, hogy egyszer majd nem csak ilyen icipicit hallhatok belőletek, hanem akár egy egész koncert, így sok sikert hozzá. Köszönjük a műtőt! És akkor szerintem a zsűrnek az értékelését meg is hallhatjuk.